Ezekben a percekben is tart a magyar-olasz barátságos mérkőzés a Puskás Ferenc stadionban, amelynek eredménye a mostani állás szerint 1-1. A következő percekben bemutatjuk az elmúlt évtizedek legjobb magyar-olasz meccseit. Talán hihetetlen, de az olaszok a múlt század tízes éveitől 1925-ig a tanítványaink voltak. 5 mérkőzésen 4 magyar győzelem és 1 döntetlen. Ez volt az első másfél évtized mérlege. 1924-ben például 7-et lőttünk, és csak 1-et kaptunk. Nekem is, és az egész csapatnak nagyon kijött a lépés. Én magam 3 gólt rúgtam a olaszok kapujába. Az 1925-ig tartó győzelmi sorozatot 27 szűk esztendő követte. A legfájóbb vereség az 1938-as párizsi VB döntőjében született, ahol 4-2-re kaptunk ki, így ezüstérmesek lettünk. Akkoriban a csak szócskát is oda tették a mondat mellé. Akkoriban. Sok jót erről nem tudok mondani, mert én a pályafutásom alatt azzal játszottunk az olaszok ellen, soha nem tudtunk nyerni. A korabeli sajtóban italofóbiaként emlegetett rossz sorozatot az aranycsapat szakította meg. Puskásék 1952-ben és 1 évvel később 3-0-ra, míg 1955-ben 2-0-ra verték az olaszokat. Palotás perpendikulítja Puskásnak, na most egy gyel, aztán lövés, gól, 3-0! Sándor, Göröcs, Albert, Tihi, Fenyvesi, Mészöly, ők már a 60-as évek csillagai. Többségükből Baróti Lajos nevelt világsztárt. Új csapat, új módszerek. 1964. januárjában nagy érdeklődést kelt egy sportközvéleményünk körében az a kísérlet, amelynek résztvevői legjobb labdarúgó csapataink. A Színhely, Tata s valamennyi élcsapatunk azonos feltételek között kezdte meg az alapozást a magyar sportsikerek fellegvárában, eszményi körülmények között. A felkészítés hatékonyságát az 1 évvel későbbi győzelem igazolta. Rákosi egyből kiburítja Bene elé, Bene elrobog vele, hatalmas erővel lő, gól! Végeredmény 2-1 Magyarország csapata javára. Azóta 42 esztendő telt el győzelem nélkül, szomorú, de tény. Az 1965 óta lejátszott 7 meccsből 5-öt az olaszok nyertek. Perri indulna, jobb oldalon nem kapja. Egy újabb lövő helyzet és gól! Donadoni. De legalább tudtunk szívből örülni a 2 döntetlennek. Ez az! Ez az! Ez az! Remek fejez! Már az előbb Limpergernél is azt hittem, hogy meg lesz 1-0 Magyarország javára. Ma estig 53 gólt rúgtunk az olaszoknak, és 62-t kaptunk. Bár a szurkolók többsége nem nagyon hitt abban, hogy a fiatal magyarok éppen ma javítanak a gólarányon, mégis sokan döntöttek úgy, hogy szurkolnak a mieinknek. Ők azok, akik ha nem is hisznek, még bíznak. Hogy hiába-e, most még nem tudjuk megmondani. Mielőtt búcsúznak, még elmondom, hogy jelenleg Magyarország éppen 2-1-re vezet. Ez volt az este. Elérhetőségeinket a képernyő alján olvashatják.